A máltaszéki vegyes korösszetételő csapatra a szekszárd, illetve környékbeli bajnokságban egy komoly értékmérőnek is nevezhető mérkőzés várt. A lista vezető címvédő roppant dinamikus kosárlabdát játszó Bonyhád volt ebben a felállásban az ellenfél. És megegyeztek abban a csapatok, hogy ezúttal nem Szekszárdon, hanem Bátaszéken lépnek pályára. A hazai fehérek, a bátaszékiek, ezúttal szinte minden kulcsemberre számíthattak, a csapat gerincét képező öreg harcosok mellett ott voltak a bátaszéki ese égisze alatt pallérozódó fiatalok. Ettől a generációs különbségektől is érdekes összetételű a bátaszéki csapat ebben a mezőnyben. Óriási lelkesedéssel vetették egyébként magukat küzdelembe, szép figurális megoldásokat centerből, center visszaosztásból, aztán középtávolról, olykor hárompontos vonalról szerzett szép kosarakat láthattunk tőlük, csak az volt a baj, hogy keveset. Igaz, a több jó fizikumú játékost felvonultató vendég Bonyhádiak gyorsasági fölényüket és dobás biztonságukat érvényesítve hamar 12-15 pontos előnyre tettek szert, amit nem tükrözte egyébként a játék képét. A csapat, mármint a bátaszéki nagyon akart, sok védő lepattanót szedtek, szinte 80%-ban, Pomsár Tamás jó egyéni betörésekkel, azokból dobott kosarakkal, illetve a visszaadott labdákkal helyzetbe hozta a társakat. Egy jobb dobó százalék kellett volna a Bonyhád megközelítéséhez, de ismerős hazai gyűrű ide vagy oda, elkerülték többnyire a hazaiak dobásai a kosarak. Azért egy-egy szépségdíjas kosár éltette a reményeket. De tizen belülre nem sikerült lépni. Az utolsó 10 perc, amiatt, hogy szinte a tüdejüket is kiköpték, úgy hajtottak addig, már egyes játékosoknál az oxigénadósság állapota lépett fel erősen. Pomsár Szilvia, egykori NB1 alcsoportos kosaras, szakvezető, a pályán támadt csapaton belüli konfliktust és az ebből adódó hiányosságokat úgy kompenzálta, hogy Pomsár Tamást, csepesen mellesleg a férjét, egyszerűen lecserélte az utolsó percen. Nálunk ez otthon utána mindig igen, egy kis vita tárgya, de aztán azért mindig meg tudjuk beszélni azt, hogy mi volt a probléma esetleg, vagy melyikünk látta más, hogy a mérkőzésen azokat a szituációkat. Én tőle nehezen viselem el azt, hogyha mondjuk a pályán nem úgy viselkedik, ahogy kell. Egy mérkőzést végig kell játszani, és nem pedig úgy, hogy folyamatosan kommentálja. És nem ért vissza a védekezés, azt akartad, hogy a védekezésben létszám egyenlőség, és lehoztad, mert némi oxigénadósága is volt? Igen, azért hoztam le, mert láttam, hogy kicsit elfáradt. Meg hát mondom ezt, hogyha a szövegelés helyett nyilván futás van, vagy nyilván a játék. Demoralizál ez a dolog a többieknek? Persze, őket is azért egyébként, igen. Demoralizálni nyilván nem szerettem volna, de az oxigénnel voltak problémák. Viszont megjegyeztél néhány fiatalnak, hogy enye-enye? Dádá, ilyet ne legközelebb? Hát volt egy-két ilyen. És nehezen tudom megállítani, ez a korra is jár, hogy az ember már fejben annyira nem tudja követni a dolgokat. De ezt elfelejted, a fiatalnak nem kell kúszva bejönni az öltözőbe holnap után? Hát nyilván nem, persze. Bemegyünk az öltözőbe, mire kijövünk, addigra általában a szent a béke is. Nem gondoljuk azt úgy, amit esetleg a meccsen. Egyet nyert és hármat vesztett a bátaszéki csapat a bajnokságban. Az, hogy a fiatalok 18 éves korukban kiröppennek, ez a csapat folyamatos fiatalítását nagyon gátolja. Többet tudnánk indítani, indulni, tehát hogy könnyebb volna nyilván lejátszani úgy a mérkőzéseket, hogy nem egy felállt védelem ellen, hanem nyilván könnyebb kosarakból, zicserekből dobni. Szeretném azért, hogyha azért utolérnék a számok, tehát hogy így tudnánk egy kicsit felhozni ezt egára, hogy tehát, hogy már mint a mérkőzésekben, hogy minél többet tudjunk nyerni. Ezen vagyunk, ehhez az is kell tényleg, hogy mindenki ott tudjon lenni, mindenki szerepelni tudjon a meccsen, és hát jobban teljesítsünk, mint itt a mai napon, amikor azért mégis lehetőségünk lett volna hazai pályán sokkal jobb dobószázalékkal teljesíteni. Mi volt az ok annak, hogy védőlepattanót szinte 80%-ba szedett a csapat, támadót viszont alig, klasszikus centerjáték hiánya, még tömegsport szinten is hiányzik? Szerintem nekem egy nagyon magas állományú csapatom van egyébként. Velük úgy nem is lenne gond palánk alatt, talán jó
ők jó helyezkednek, és jó fognak pozíciót. Én mondhatom, hogy a Heberling Norbert is mindig egy nagyon stabil és kiemelkedő mind védekezésben, támadásban. Inkább jobb lenne, könnyebb, vagy jobb, tehát nagyobb lehetőség volna nyilván mérkőzéseken nyernünk, hogyha kintről is betalálnánk, tehát hogyha a kinti dobásaink bemennének olyan százalékban, mint ahogy mondjuk edzésen bemennek. Ezzel a szakmai okfejtéssel alapvetően Pomsár Tamás is egyetértett, mint a csapat vezéregyénisége. Mi volt az oka annak, hogy a védőlepattanó szinte zsákszámra szedtetek, ha kimutatnák 70%, a támadóban 10%-ot szedtetek? Igazándiból nem tudtuk úgy a zónát átmozgatni, hogy kicsit lazuljon, és szerintem ott ők jól az ott lecsorgó labdákat, azokat nagyon jól kizártak és leszették. Tehát. A zónák közötti minőségi különbség is döntötte a végeredmény illetően? Egyik tényező? Ti zónáltak meg az egyik? Hát valószínűleg igen, tehát nem tudtuk gyorsan körbejáratni, hogy a zóna ellen azt tudtuk volna, hogy gyors körbe passz és a végén egy dobás, de sajnos a dobások mostanában nagy, a kinti dobások nagyon nem mennek, nem ülnek. Ami van, ami megy, amit tud ez a bátaszék, az összességében elég lehet ahhoz, hogy több meccset nyerjen, mint amennyit elveszít a szekszárdvárosi környékbeli bajnokságban. Majd meglátjuk, mindez helyezésben mihez lesz elég a végén.